Átadták a Dél-Dunántúl legnagyobb zöldmezős áramhálózati beruházását Tolnamözsön. A 8000 négyzetméteren megvalósult új transzformátor állomás biztonságosabb energiaellátáshoz juttatja a fogyasztókat. Alföldi Borús Márk, a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkára elmondta, egyre nagyobb teher kerül az áramhálózatokra. Nagyon dinamikusan nő a villamos energia felhasználásunknak az igénye. Ez a volumen, amit látunk előre láthatóan, már meghaladja a 2,5 gigawatt mértéket, beépített teljesítmény mértéket, amire szükség lesz a következő 5-10 évben. A legmodernebb távműködtetésű berendezésekkel és okos eszközökkel ellátott új transzformátor állomás 2,2 milliárd forintból valósult meg, melyből 1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást az Európai Unió és Magyarország kormánya adott a fejlesztésre. Én azt gondolom, hogy a tolnai és környékbeli gazdasági szereplők is és a lakosság szempontjából is nagyon-nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk, és én remélem, hogy az országban ez a jövőben máshol is folytatódni fog, hiszen nem csak az itt élőknek, de nekünk nyilván elsősorban a tolnaiak, mözsiek, szekszárdiak problémáinak megoldása az elsődleges. A tolnamözsi állomás közel 30 ezer lakossági fogyasztót és számos ipari üzemet lát el villamos energiával, de nem csak Tolna térségében, hanem Szekszárd északi részén is. Szekszárdon is ipari parki fejlesztésekben is gondolkodunk, jönnek a beruházók, és az első, második kérdésük az, hogy milyen infrastruktúra áll rendelkezésre. Autópályánk már van, most már van úgy gondolom, hogy megfelelő villamos energiahálózatunk is, és a következő kérdésekre is pozitív válaszokat kell tudnunk adni. A mözsi állomás teljesen automatizált és távoli beavatkozással is működtethető, mindezek mellett pedig biztosítja az időjárás függő megújuló energiaforrások hálózatba való bekapcsolását is. Olyan mértékű az új csatlakozási igény, amely szükségesítette, hogy új állomást építsünk. Ebben az új csatlakozási igényben ipari ügyfelek is jelen vannak, és természetesen azok a napelem csatlakozási igények, amik erre a térségre is nagyon jellemzőek. Ez mind lakosságnál, tehát az a háztetőkre felszerelhető napelemekről is beszélhetünk, és azokról a nagyobb napelem parkokról is, amelyeket cégek építenek. A beruházás itt nem áll meg, tovább folytatják a villamos energiahálózat modernizálását és kapacitás bővítését, ami lehetővé teszi, hogy egy esetleges áramszünet kis időre vagy egyáltalán ne tűnjön fel a fogyasztóknak.